meg kell válni, hogy keresünk én. Na, akkor... És kivételesen elmaradt a névsor, de ránézésre úgy tűnik, hogy itt van mindenki. Ugye, ti is, ha körbenézitek, akkor a szomszéd itt van, ugye, aki mellettetek szokott ülni. Na hát akkor szeretettel üdvözlök ma is mindenkit. Második modul második előadásán. Ugye a második modul az a internet használatáról szól. De minden alkalommal, amikor én elkezdem az előadást, azzal kezdem, hogy először átismételjük, hogy előző foglalkozáson miről is beszélgettünk. Ez általános tapasztalat alapján hasznos. Segítsek? Mert a 7-es szerettem volna. XT-ben van, azt azért akartam. Jó, ja, megvárom akkor. Közben akkor én leszek az, aki... Meg tudod nyomni? Jó, oké, csak legyél résen, nehogy tovább menjem. Tehát először egy kicsikét az internet elérési lehetőségekről beszéltünk az elmúlt alkalommal. És megbeszéltük azt, hogy az internet eléréseket két nagy csoportba lehet sorolni. Egyrészt a vezetékes, másrészt a vezeték nélküli vagy mobil internet elérések. És hát én azt tanácsoltam nektek, hogy ha van rá módotok és lehetőségetek, akkor lehetőség szerint inkább a vezetékest favorizáljátok, mert pont a tegnapi nap során hangzott el valaki részéről azt hiszem az, hogy ő még soha nem használta ki azt az adatmennyiséget, amennyi benne foglaltatik a vezeték nélküli internet elérésben, és hát mondtam neki, hogy most, majd ha elkezdesz, hogy Isten igazából internetezni, és mondjuk elkezdesz filmet is nézni, na abban a pillanatban rögtön túl is léped majd az adatforgalmat, ami benne van a vezeték nélküli havi előfizetésben. Tudnilik, ezt jó, ha tudjátok, a legnagyobb helyfoglalása, a legnagyobb adatforgalma mindig a nem a szövegnek van, hanem a képeknek, és főleg a mozgó képeknek. És hát emiatt, hogyha te tényleg úgy rákattansz az internetre, és nézegetsz mindenféle oldalakat, ma már minden tele van képekkel, sőt, nagyon sok minden tele van mozgó képekkel, akkor azt a bizonyos adatforgalmat hamar túl fogod lépni. Úgyhogy ne ezt, inkább ezt. Persze, hogyha valaki több laki, tehát hol itt van, hol a kis kertjébe lakik nyáron, vagy leköltözik Balatonra, vagy a gyerekeinél szokott hétvégén lenni, mit tenni mi? Bár a gyerekekhez nem jó példa, mert ott valószínűleg van internet elérés, a gyerekeknek saját, úgyhogy az nem jó példa, de a többi az jó példa volt, akkor marad a mobil internet elérés. Vagy ha olyan helyen lakik, ahol ezekre nincs lehetősége. Na, a vezetékesnél ugye megkülönböztettük a telefonvonalas, kábeltévés, illetve kifejezetten erre szolgáló hálózatot, megegyeztünk abban, hogyha neked módod, lehetőség van rá, akkor lehetőleg a nevű, hát így mondom, hadd reklámozzam, ugyebár szokták mondani, ki szokták írni, hogy az adás termék megjelenítés tartalmaz, akkor most termék megjelenítés, kiírom ide alá, hogy termés megjelenítés tartalmaz, tehát én a Digit szoktam javasolni így Győrbe, meg nem csak Győrbe, máshol is az országban, ahol ott van, általában a elérési lehetőségek közül fajlagos költségeit nézve biztos, hogy ez a legjobb. A belvárosban is. Na most ugye, hát sajnos ez bizonyos helyeken nincs. Ahol nincs, ott maradnak az alternatív szolgáltatók. Fontos paramétere az internet elérésnek az, hogy elnézést, itt egy kicsikét nekem variálnom kell, semmit nem úgy működik, mint ahogy kellene. Na most már úgy működik. Tehát fontos paraméter az internet elérésnek az úgynevezett sávszélesség, ami azt határozza meg, hasonlattal élve, hogy mekkora csövön jön hozzád a víz. Ugye korán sem mindegy, hogy ekkora kis újnyi vagy alkarnyi
csövön keresztül kapod a vizet, mert mondjuk ekkorában főzni még lehet, de a úszómedencét is fel akarsz tölteni, ahhoz valószínűleg ilyenre van szükség. Hát a úszómedencének itt megfelel az, hogy mozgó filmeket is szeretnél nézni. Esetleg nem is csak egyedül, hanem te is nézel, meg a unoka is néz, és jó lenne, ha mind a ketten normális mozgást látnátok, és nem ilyen darabosat, hogy most itt van, aztán ott van, a tudisat. Jó, hát ennek a mértékegysége a megabit per szekundum, MBPS, nagy MBPS. Ma általában ebben szokták megadni, mert olyan sávszélességek vannak, hogy ez az a mértékegység, amiben ilyen normális nagyságrendű számokban lehet beszélni, tehát nem ezrekben, meg 0, valamikben, ebben lehet úgy meghatározni, hogy akkor 1, 10, vagy 60, vagy mit, ilyesmi. Ma általában ilyen 10-től 60-ig, esetleg ha nagyon kicsi csomagot tudsz venni, akkor 10 alatti sávszélességek vannak. Ez a 10 megabit per szekundum, ez már elegendő ahhoz, hogy te akár videót is folyamatosan úgy tudjál nézni, hogy az nem szaggat, nem ugrál a kép. Mire fogjuk használni majd az internetet? Hát én ezt a három témát soroltam fel, tehát böngészésre. Most ebben benne van az, hogy videót nézel, benne van az, hogy újságot olvasol, online újságot olvasol, meg sok minden más. Levelezésre, tehát e-mail küldésre és fogadásra. Ezzel majd még később fogunk foglalkozni, ma még nem. Illetve a Skype használatára. A Skype-ra nem tudom, mennyi időnk marad. Annyit ezzel kapcsolatban, hogy a Skype nagyon-nagyon-nagyon egyszerű. Az embernek egyszer megmutatják, hogy hogy kell a Skype-ot használni, akkor hát gyakorlatilag, mint egy telefon. Annyi a használata, meg kell adni, hogy kivel beszélsz, aztán kivel szeretnél beszélni, és ha ő elfogad téged partnernek, már pedig unokád miért ne fogadne, akkor onnét kezdve csak rá kell kattintani adott helyre, a belső telefonkönyvébe, a Skype-nak is már beszélgethet. Bocsánat, még egy kattintás, hogy most fölhívom, és akkor onnét kezdve, hogy ő fogadja a hívásodat, már lehet is egymással beszélgetni, ami akár videótelefon is lehet, tehát nem csak egymás hangját hallhatjuk, hanem láthatjuk is, amennyiben a te számítógéped rendelkezik webkamerával. Ha hordozható számítógéped van, és az nem egy őskövület, akkor valószínűleg beépített videókamerája van, és hát ezt onnét fogod látni, hogy a monitor tetején ott lesz egy ilyen kis valami, egy ilyen kis kerek luk, nagyszerű, kihúztam a zsinort, mindjárt visszadugom. Igen, jó, de lesz kép. Na, és meg már kell. Jó, van kép. Tehát a monitor tetején ott lesz egy, a Gabiét mutatom, jó? Mert akkor azt nem kapom ki sehonnét. Tehát ez lesz a kamera, ez a kis, pici kis valami. Tehát ebbe kell majd nagyon értelmesen nézni, illetve mosolyogni. És azért ha magunkban mondom, majd figyeljünk akkor, mikor videótelefonálunk, hogy a háttérbe kimegy keresztül, mert ugye a lakásban az ember nem mindig szokott teljesen smokingba felöltözve közlekedni, este lehet, hogy valamivel lazábban, és nehogy véletlenül besétáljon valaki a háttérbe, egy számosolyba a képbe, mert a túloldalon hatalmas röhögés fogja ezt fogadni. Lehet, hogy örülni fognak neki, de... Jó, tehát erre majd figyeljünk adott esetben oda. Jó, ez poén akart lenni persze. Jó, na. Aztán akkor nekiálltunk már a múlt alkalommal böngészni. Megállapodtunk abban, hogy a böngészésre több programot is lehet használni. Ezt a hármat soroltam én föl. Valószínűleg ezzel a hárommal fogsz találkozni. Több is van ezeken kívül, további böngésző programok is léteznek. Az Internet Explorer, a Google Chrome, illetve a Mozilla Firefox nevű böngésző program. Ki ezt, ki azt, ki amaz szereti. Én a Google Chrome-ra tettem le a Voxomat.
nekem ezzel volt a legkevesebb problémám. Azt jegyezd meg, hogyha valamit szeretnél használni, és az nem jön be adott böngésző programban, akkor érdemes megnézni egy másik böngésző programmal, mert lehet, hogy abban gond nélkül fog működni minden. Jó? Mondok erre példát. Egy korábbi munkahelyemen elektronikus naplót kellett használni, a Taninform nevű elektronikus naplót, és az az Internet Explorerrel nem működött normálisan. Bizonyos funkcióira, ha rákattintott az ember, kiírta, hogy tölti, aztán ott töltögette órákat is akár. Ugyanakkor a Mozilla Firefox-szal is, és a Google Chrome-mal is gond nélkül működött az. Jó? Úgyhogy erre majd adott esetben gondoljál vissza, hogyha nem indul el valami, nem jön be a képen az, amit te várnál, akkor egy másik böngésző programban próbálkozzál. Hogy néznek ki a böngésző programok? Azt hittem az jön be, de még nem az jött be. Először a nyitó oldalról beszélgettem veletek. A nyitó oldallal kapcsolatban annyit kell feltétlenül megjegyeznünk, hogy szerencsés, ha a nyitó oldal egy olyan weboldal, ahonnét én nagyon sok helyre el tudok menni. Na most ez általában kettő dolog szokott lenni. Az egyik egy valamilyen úgynevezett kulcsszavas kereső, például a Google. Amiről a múltkor már beszélgettünk egy picikét. Ha nem az a nyitó oldalad, akkor ma meg fogjuk nézni, hogy hogy lehet beállítani a nyitó oldalt. Ugye tegnap is, amikor erről beszélgettünk, megnéztük a társaságok, hogy hogy lehet beállítani a nyitó oldalt. És maga a böngésző, most egy oldalt átugrottam, majd visszamegyek, maga a böngésző általában így néz ki, ugye van egy úgynevezett címsor, a címsor az ez lenne. Jó, tehát ahova nekem majd a web címet be kell írni, ha tudom annak a weboldalnak a web címét, amit meg akarok nézni. A web cím, amikor olvasok róla, amikor hivatkoznak rá, az az lesz, amit úgy írnak, hogy www.ez-meg-az. És még valami. Jó? Ezt majd úgy fogjuk beírni, úgy praktikus beírni, hogy az egérrel oda kattintasz egyet. Ilyenkor sötét alapon világos betűvel jelenik meg az addig ott lévő cím. Azt meg ugye a múltkori modulunkban tanultuk, hogy ez annyit jelent, hogy ez kijelölt. És azt is megbeszéltük, hogyha valami kijelölt van a képernyőn, és te elkezdesz gépelni, akkor a kijelölt szöveg eltűnik, és csak az jelenik meg, amit te gépelsz. Tehát nem kell semmi más csinálni most, mint elkezdeni gépelni. Ne felejtsd el azt, hogy a webcímben szóköz sosincs. Kisbetűkkel írsz mindent, ékezetes karakterek a legritkábban fordulnak elő, tehát hogyha mondjuk azt mondják, hogy ősrégi.hu, akkor az osregi, így írod be. Lehet, hogy működik úgy is, hogy ősrégi, ő, hosszú ővel és ével, de az nem biztos. Viszont az biztos, hogy ha működik hosszú ővel is, meg ével is, akkor is működik óval, meg elvel is. Mert ha nem, akkor az hülye volt, aki ezt a weboldalt gondozza, mert így kell, hogy működjön. Oké? Tehát minden ékezetes karakternek az ékezet nélkül megfelelőjét gépelve fog minden működni tökéletesen. Ékezettel lehet, hogy működik, de nem biztos. Oké? Visszakanyarodva tehát ide. Tehát ez lesz a címsor. Jó? És ide gépeljük majd be azt a címet, ahová el akarunk menni.
mit akartam még ezzel kapcsolatban elmondani? Hát azt akartam még ezzel kapcsolatban elmondani, amit szerintem, igen, itt írtuk is, ugye, hogy általában így épül fel a webcím, hogy van egy olyan része a névnek, a www. Pont utáni rész, tehát a pont utáni rész, ami a webhelynek a tartalmára utal. Tehát mondjuk a PC-suli webcíme az www.pcsuli, de ugye egybe, tehát nem PC szóközsuli, hanem PC-suli ugye egybe. Vagy mondjuk például a délelőttönként, ahol dolgozom, a Radnóti Általános Iskolának meg az a webcíme, hogy Radnóti Iskola, így egybe. Jó? Stb. Ugye nyilván az a jó egy cégnek, hogyha a cégneve és a webcíme az egybeesik. Az ugyanaz. És erre általában törekszik is mindenki, hogy essen egybe. Ha véletlenül nem esik egybe, mert valaki előle lefoglalta azt a webcímet, akkor általában igyekszik azt megszerezni, sokszor kemény ezreket, tízezreket, milliókat fizetnek, sőt, dollárba milliókat fizetnek egy-egy webcímért. Aztán utána van egy harmadik része is a névnek, tehát www. Valami pont valahol. Azért mondom, hogy valahol, mert ez a része a webcímnek, ez általában egy-egy országnak a kódja szokott lenni. Például a magyar webhelyek általában úgy végződnek, hogy www.valami.hu. Oké? Nem esik egybe az országkód a gépkocsik felségjelzésével, de általában kis logikával kitalálható. Tehát mondjuk egy-két példát hadd mondjak, a német webhelyek azok DE, tehát nem D, hanem DE végződésűek, az osztrák webhelyek nem A, hanem AT végződésűek, stb. Svájc. Az azt hiszem CH. Csak CH. Szerintem, az azt hiszem CH. Csimmel? CH, ugye? Jó, Ágit kell kérdezni, Gabit kell kérdezni, a Svájcban jött, jó? Igen. 30 évig, 20 évig? 31 évig. Vannak barátok. Na, akkor majd beszélgettek a témáról. Nem mindig így néz ki azonban a web cím, a vége, tehát nem mindig országkód, néha tevékenységre utal. Olyan tevékenységkódokkal találkozhatunk, hogy com, amit úgy írnak, hogy com, com. Ez üzletileg érdekelt a webhely működtetésében, meg gov, a government, a kormányzati szervek, edu, az oktatás, az education, és a többi, és a többi. Jó, oké. Ezekről a gombokról még nem beszéltünk. Ugye ezzel tudunk visszamenni, mert hogy a webhelyeken, amikor megjelenik egy weboldal, a weboldal tele van úgynevezett linkekkel. Ugye a link az magyarul kereszthivatkozás. Az annyit jelent, hogy ha te arra rákattintasz, akkor ott találod magadat. Hasonlatként hadd mondjam azt, ez olyan, mint a teletext. Ott van a teletext, hogy ez és ez történt. Részletek a 362. oldalon. Neked a teletextnél 362, és akkor várhatod, amíg oda megy, jó esetben, ahogy oda ment, utána további másfél percig, két percig a Coffee Disz, vagy mit tudom, milyen nézheted, ugye? Ettől szoktam én a cipőmből kiugrani. Tehát néhányszor azért csuklanak, mert jó sokan anyázzák őket magukba. Na most itt szintén szokott reklám lenni, de itt azért kevésbé kellemetlen, mert a interneten lévő reklámtól általában azért látod azt is, amit látni akarsz, ott viszont nem. Az a különbség az interneten, hogy nem kell neked bepötyögni a címet ide, hogy hova akarsz menni, hanem csak ahol ott van, hogy lásd 362. oldal, oda kattintasz, és már oda is ugrottál. Ugye ez a link.
Honnét ismered fel a linket? Hát kis rutinnal ránézésre fogod látni, hogy ez valószínűleg link. Általában, ha szöveg, akkor kék színű, aláhúzott. A képek nagyon gyakran linkek. Kis rutinnal felismered, de az egy tuti biztos jel, hogy valami link, hogyha fölé viszed az egér kurzort, akkor egy ilyen kézszerűség jelenik meg. Ugye ezt tapasztaltuk már a múltkor is, meg remélem azért már otthon is használtátok. Na most, ha te elmentél valahova, egy weboldalról egy másik weboldalra a linkel, ha vissza akarsz menni az előző oldalra, akkor kell erre kattintani, még egyet vissza akarsz menni, akkor még egyet kattintasz, jó? Visszamehetsz mindaddig, tehát odáig, ahonnét indultál. Illetve mehetsz előre is, de előre csak akkor mehetsz, ha előtte mentél vissza is. Aztán... most egy oldalt átugrottam. Aztán beszéltünk arról, hogy hogy találok meg valamit, ha nem tudom a címét. Ugye, mert két módon fogsz te az interneten böngészni. Egy, tudod a címét. Mert olvastad, hogy a www.ez meg az. Hát azt most megbeszéltük. Ja, bocs. Miután begépelted oda, ide föntre, mit kell nyomni? Entert. Ugye, mert ha nem nyomsz Entert, akkor ott ülhetsz holnap után reggelig is, nem fog történni semmi. Tehát az Entert feltétlenül meg kell nyomni. És még egy dolgot szeretnék elmondani. A böngésző emlékezni fog arra, hogy te valamilyen oldalakat már fölkerestél, és hogyha elkezdesz olyat gépelni, amilyen már korábban láttál, akkor az itt meg fog jelenni, nem kell tovább gépelni, elég, ha rákattintasz. Oké? Tehát ez olyan, mint a mobiltelefonodban, amikor elkezded nyomni a telefonszámot, és bejön egyezik egy korábban hívott telefonszámmal, akkor elég rá okos telefonnál elég az ujjaddal megbökni azt a telefonszámot, és már hívja is. Itt is ugyanez lesz a helyzet. Oké? Na most, ha viszont olyan dologra vagy kíváncsi, aminek nem tudod a webcímét, hogy hol van, akkor lesz nagy segítség a Google keresője. Ugye mondtam, hogy az az optimális, az a jó, hogyha a nyitó oldal olyan oldal, ahonnél szinte mindenhova el tudsz menni. Na most ezek közül a legjobb, aminek a segítségével szinte mindenhova el tudsz menni, az a Google. Mert ez egy úgynevezett kulcsszavas kereső. Ebbe a rubrikába neked el kell kezdeni gépelni, hogy mit keresel, ő majd ugyanúgy fölkínál lehetőségeket, hogy ezt keresed, vagy azt kell. Ha azt, akkor csak rákattintasz, ha nem azt, akkor beírod addig, amíg be nem írtad az egészet. Egy, kettő, esetleg három kulcsszót is megadhatunk, és ezt követően megjelenik a találati lista. Mely találati lista valahogy úgy néz ki, elnézést, valahogy úgy néz ki, hogy ez az egyik találat, ez a másik találat. Itt van a link, ami kék színű. Ha erre kattintasz, már oda is mennél, de majd nem úgy fogunk oda menni, hogy kattintunk, ugye megbeszéltük, hogy nem úgy megyünk oda. Alatta pedig egy kis leírás a tartalomról, hogy most el tud dönteni, nem mondom, hogy tökéletesen, de sejtés szintjén, hogy te azt keresed-e, avagy sem. Általában, amikor te beírsz egy-két kulcsszót, több ezer, több tízezer esetleg, több millió találat is lesz, mert az interneten mindenről nagyon sok minden van. Na most egy fontos dolgot azért hadd mondjak. Az internetet, mint forrást ne tekintsük hitelesnek. Tehát az nem egy autentikus forrás. Az internetre ugyanis bárki, aki fizet érte, sőt olyan is, aki nem fizet, mert ingyen is bizonyos helyekre lehet fölpakolni dolgokat, bárki írhat bármit. Jó? Tehát az nem olyan, mint a lexikon, hogy a lexikonban az volt, akkor az úgy is van. Na jó, hát a lexikonnal se volt mindig így, mert a szocializmusban azért írtak bizonyos dolgokat, ami nem úgy volt, vagy legalábbis nem teljesen úgy volt. Akkor úgy volt, nekünk azt tanították. Na, itt is ugyanez a helyzet, aki fölrakta a weboldalt, ő úgy gondolja, hogy az úgy van. De az korántsem biztos, hogy tényleg úgy van, vagy másokkal egyezik a véleménye. Jó? Na most
Fel is írtuk, hogy a linkre majd ne úgy kattintsál az egér balgombjával, hanem az egér görgőjével kattintsál, mert ekkor, nem tudom, írtunk-e még más, nem írtunk mást, ekkor az történik, hogy egy új fülön, itt mutatnám, azon itt mutatnám, itt mutatnám, tehát itt vagyok a Google-ba, itt vagyok a Google-ba, beírok valamit, hogy keresek, azt hiszem tegnap is ezt írtam be, ugye most napi téma a Krím-félsziget, hogy ott éppen mi történik az ukránok és az oroszok között, hát elég borzalmas dolgok történnek. Jó, tehát Krím, Szókőzfél-sziget, elkezdtem írni, mert ha csak azt írtam, hogy Krím, akkor ő a krimit, kriminológiát, stb. Ezt kínálja, mert ezt többen keresték, majd most egy kicsi idő múlva figyeli a felhasználó szokását, és valószínűleg a Krím-félszigetet is föl fogja kínálni, ugye, mert mostanában valószínűleg nagyon sokan megnézik a Krím-félszigetet. Jó, tehát Krím szóköz, és ahogy szóközt írok, úgy már fölkínálja a Krím-félszigetet is. Persze, lustaság, félegészség, most már nem kell tovább gépelni, elég erre rákattintani, hogy Krím-félsziget, és már be is dobta azoknak a weboldalaknak, azoknak a webhelyeknek a címét, amelyek a Krím-félszigettel foglalkoznak. Ugye ezek jelentik az egyes találatokat, tehát egy-egy ilyen kis kupac, a link és a leírása. A link és a leírása. Rendben? Ugye ezt rajzoltam én le így. És abban állapodtunk meg, hogy ha te praktikusan akarod használni a böngésző programodat, akkor majd nem azt csinálod, hogy rákattintasz az egér bal gombjával, és akkor erről elmegy, átnavigál erre a hivatkozásra. Mert ha az nem jó, akkor neked vissza kell menned, ugye ezzel a gombbal, és megnyithatsz egy másikat, aztán egy harmadikat, negyediket, és úgy gondolod, hogy ott volt valamikor egy. Na de most újra megtalálni azt, mert nem fogod tudni, hogy most ez volt, vagy az volt, vagy az volt, bele fogsz keveredni. Sokkal praktikusabb az, hogy szépen az egér görgőjével kattintasz, tehát rász valamelyikre, mondjuk itt van például, hogy Krím-félsziget csatlakozik Oroszországhoz, metropol, kap a görgővel. Ha jól csinálod, akkor mivel ez egy felkeresett hivatkozás, a színe más lett. Tehát abból lehet látni, hogy ezt a linket te már használtad, hogy a színe az más milyen lett. Ugye eddig kék, most egy kicsit olyan lilás. Nem mondom, hogy nagyon más, de azért más. És hol nyílt meg? Egy másik fülön. Egy másik fülön, tehát itt lett fönt egy plusz fül, melynek a tartalmát te úgy tudod megnézni, hogy szépen rákattintasz a fülre. Fönt a fülre. Hát is görgővel. Kérlek? Görgővel, jó? Nem, az már rendesen. Csak a linket a görgővel. Mindig minden rendes kat, egyes egyedül a görgővel a linken kattintasz. Soha máskor, gondolkodok, hogy van-e máskor olyan, nincs. Soha máskor nincs. Mindig, sőt, ugye megegyeztünk, ez a legelső foglalkozásunk anyaga volt, hogy a bal gombbal kattintasz. Ugye, mert néha jobb gombbal is kell kattintani, de ha jobb gombbal kell kattintani, mindig fogom külön mondani, hogy jobb gombbal kattints, vagy azt mondom, hogy helyi menü. Ugye erről is volt szó. Tehát most is, mivel nem mondtam, hogy mivel kattintsál, a bal gombbal kattintasz a fülön. És vedd észre, légy oly kedves, hogy minden fülnek van egy saját bezárás gombja. Tehát ha rájössz, hogy ez nem jó, nem ez kell, akkor ezt bezárod. Oké? De többet is megnyithatsz így. Tehát nem kell megnyitod, bezárod, hanem megnyitod ezt is, megnyitod azt is, megnyitod azt is, aztán majd eldöntöd, hogy melyiket hagyod nyitva. De itt szeretném azt elmondani, és lehet, hogy ezt a múltkor is mondtam, hogy amennyiben majd nem ilyen úgynevezett statikus oldalakat nyitsz meg, hanem olyan oldalakat, amin reklámok vannak, mozgóképek vannak, akkor sajnos azt fogod tapasztalni, hogyha megnyitottál 3-4 fület, akkor a számítógéped elkezd ilyen
lanymata módra bánszorogni, mert fogja a gépet, az energiáját szét kell forgácsolnia a gépnek erre is, arra is, amarra is. Jó, ilyenkor sajnos az a megoldás, hogy néhány fület kénytelen leszel bezárni. Én úgy szoktam napi híreket olvasni, hogy van egy olyan úgynevezett portál oldal, több ilyen portál van, például az Origo, az Index, stb., amelyek úgy néznek ki, hogy vannak ilyen kis beharangozók, és amelyik cikket az ember el akarja olvasni, azt megnyitja. Na most, ugye praktikusan másik és másik fülön. De ezek a portál oldalak, mivel nagyon látogatottak, mindegyik link, azon kívül, hogy megnyitja az adott leírást, általában valami reklámot is hoz. Ebből üzemeltetik az adott weboldalt, az ilyen reklámokból. Most ezek a reklámok viszont ugye, mikor jó egy reklám, ha fölkelti a figyelmet, mikor kelti fel a figyelmet, ha mozog. Ami viszont mozog, az sok energiát használ a géptől, tehát hogy megnyitok 3-4 fület, az 5-6. 7-nél a számítógépem kezd alig mozdulni már. Tehát ha azt akarom, hogy valamit lehessen vele kezdeni, sajnos be kell zárni, tehát 3-4 fülnél többet nem tudok előre megnyitni. Ezt azért szoktam így csinálni, mert amíg behozza, az is idő. És akkor megnyitok 3-4-et, bezárom, újra nyitok 3-4-et. Jó, oké, tehát ezt majd praktikusan így fogod használni, te is, ha már ügyesen használod a számítógépedet a böngészésre. Rendben? Hát szerintem ideig jutottunk az elmúlt alkalommal, ha minden igaz. Pontosabban én a végén nektek megmutattam már a YouTube-ot, de csak úgy nagyon finoman mutattam meg a YouTube-ot, azért mutattam meg a YouTube-ot, hogy tudjatok otthon szórakozni. Kicsit nosztalgiázzatok, nézzétek meg a kedvenc filmjeiteket, amit mit én hány éve láttál utoljára a tévében, és azóta az Istennek nem tűzik műsorra. Na most a YouTube-on azért nincs fent minden, tehát meglehetősen, hát nem mondom, hogy szűk a választék, de azért válogatott a lehetőség. Viszont zenében majdnem biztos, hogy olyan zenét nem tudtál te kitalálni a régi kedvenc slágereid közül, ami ne lett volna ott a YouTube-on. Kinézegette, kihallgatott zenét, kezett föl. Többen, ugye? Na itt ez a térfél még egy kicsikét visszafogott volt ezek szerint. Lássuk akkor. Gond van? Igen. Nektek is. Ugye megnyitottak, tehát egyszerűen ide kattintottak. Az a gondolom, hogy ezek az a mindenget nem megtudom, de így nem tudtam ezeket letörölni. Na most, jó, oké. Neked milyen van? Hát el kell indítani a böngészőt. Google Chrome-on nincs, látom. Igen, hát akkor indítsuk. Sőt, itt internet se lesz, újra indultam a gépbe. Ugye mondtam, hogy ezen az oldalon inkább talán a 7-es, hanem a X-2-t csak jó ide. Most nem kell semmit csinálni, elindulj, és akkor összefogod. Jó? Tehát mint a szomszéd, ahogy. Már átállítottam a testet. Ne állíts most, jót akartál, de ezzel lett rossz. Jó? Akkor megmondom a megoldást neked, jó? Hogy miről van szó. Tehát a következő történt a te gépeden, ez hát majd egy későbbi haladóbb kurzuson kerül szóba. Lesznek majd olyan weboldalak, amelyeket te rendszeresen szeretnél megnézni. És ezeket meg lehet jelölni magunknak, hogy ne kelljen begépelni a nevét. Úgynevezett könyvjelzőt lehet létrehozni hozzá. Ez körülbelül olyan, mint a könyvben a könyvjelző, hogy belerakod, és akkor kapásból ott ki tudod nyitni. Az ilyen könyvjelzők, azok majd ide fognak fölkerülni, és egyszerűen csak rá kell kattintani, például arra mind megettére, ha rákattintasz, akkor a mindmegette.hu weboldal fog bejönni, ahol gondolom, neve alapján gondolom valami receptek lesznek. Oké? Okay? Tehát semmi gond azzal, az ott van, könyvjelzők,
ez a célja ennek, hogy hogy tudok könyvjelzőt berakni, meg használni, stb. Ha jut rá idő, beszélünk róla, ha nem jut rá idő, nem beszélünk róla, de a könyvemben, a Mindennapi Számítás Technika című könyvemben emlékeim szerint részletesen van szó a könyvjelzőkről is, hogy azt hogy kell használni, stb. Stb. Jó? Na, akkor ha nincs esetleg kérdés, akkor elkezdünk a új témánkkal foglalkozni, ami azt a címet fogja viselni, hogy hasznos webhelyek. Jó, tehát megnézzünk néhány olyan webhelyet, amiről én úgy gondolom, hogy számotokra is hasznos lesz. Jó, tehát a mai anyagunk címe az hasznos webhelyek, ugye a második modul második előadásánál tartunk. Hasznos webhelyek. Jó, és akkor most még egyszer szeretném megmutatni nektek, mint hasznos webhelyet, mondjuk plö a PC-sulit. Jó, tehát a www.pcsuli.hu-t. Tudnilik, hogyha te ezt az előadást meg szeretnéd majd még egyszer nézni, akkor csak annyit kell csinálnod, hogy elmész a www.pcsuli.hu web címre, ott ezt fogod látni, rákattintasz erre, hogy újdonság online tanfolyamok, vagy erre, hogy tovább, ugye, mert ez a link, meg ez a link. Ez onnét látszik, hogyha fölé állok, akkor itt pracli van, ha ide fölé állok, itt is pracli van, ha ide állok, itt nincs pracli. Tehát ez nem link. Bármelyiket megnyomod, akár azt, hogy újdonság online tanfolyam az, akár azt, hogy tovább, ide fogsz jutni. Oké, tehát ide fogsz jutni, és ugye te egy PIK Senior tanfolyamon ülsz, zárójelben oda van írva, hogy nyugdíjas, jó? Tehát egy nyugdíjas tanfolyamon ülsz, és ha lejjebb jössz itt, itt vannak a PIK Senior tanfolyamnak a jellemzői, ugye, hogy szerdán, csütörtökön, pénteken 3-tól 5-ig van, a tananyagot innét tudod megnézni, hogy mikről esik szó, és magát az adást pedig itt nézheted meg. Most azt szeretném kérni, hogy ide eljöttél, elmentél, akkor ide már ne kattintsál oda, légy oly kedves, mert akkor lesz az, amit itt, aki nézte tegnapi adást, én úgy mondtam, hogy ugyanarról a csapról 10 slagon keresztül kezdünk köntözni, mindegyik így pssst, oda pisil maga elé, csak egy picikét, jó? Nem fog kellő sebességgel működni. Mutatom én csak, jó? Tehát ezt te már ne indítsad el. Ma több ilyen kérésem lesz, hogy mutatom, majd otthon próbál ki. Jó? Tehát ha én most ide kattintok, akkor elindul az adás. Oda, légy oly kedves, mert akkor lesz az, amit aki nézte tegnapi adást, én úgy mondtam, hogy ugyanarról a csapról. Jó, most lelövöm magamat, hogy ne fogjam az adást. A kezelő szervei hogy néznek ki? Én úgy gondolom, hogy tök logikus. Ugye? Tehát ezzel a gombbal tudod indítani, illetve ugyanott, amikor megjelenik két ilyen vonal, mint a CD lejátszónál, vagy a videó lejátszónál, a szünet gomba távvezérlőn, ugye? Azzal tudod leállítani. Ha megy, akkor most mégis adok egy kis hangot. Indítani, illetve ugyanott, amikor megjelenik két ilyen vonal, itt a hangerő. Vagy a videó szünet gomba távvezérlő, ugye? Azzal tudod leállítani. Ha megy, most... Jó, illetve, ha te ezt nem ilyen kis minibe akarod nézni, hanem teljes képernyőn, akkor itt van ez a szét mutató nyíl, erre rákattintasz, akkor kinyitja teljes képernyősre, és hát ez azért viszonylag egészen jó képminőségben mutatja. Én nem mondom, hogy el lehet tökéletesen olvasni a szöveget, de nem is ez a lényeg. Ugye, tehát nem az a lényeg, hogy most ha te ezt még egyszer megnézed, akkor pontosan lásd azt, hogy a weboldalon mi volt.
ha azt mutatom, hogy tehát a táblát nézzük, visszatérek egy pillanatra a táblára, aztán majd gyorsan átmegyek ide, jó, átmegyek. Ha a táblán van szöveg, azt azért el lehet olvasni. Most éppen nem volt szöveg, mert tök üres lapot mutattam marha fejemmel, de ha lett volna szöveg, azt el, aki nézte, azt tud, ugye? Tehát amit én írok a táblára, azt el lehet olvasni, az gyönyörűen elolvasható. Rendben? Jó? Tehát ezt azért mutattam nektek, mert úgy gondolom, hogy nagyon hasznos még egyszer megnézni az előadást adott esetben. Máshogy fogod értelmezni. Tehát amikor te írsz, írni is kell, dolgozni is kell, lehet, hogy elsiklik a figyelmed bizonyos mondataim fölött, és most nem akarom magamat fényezni, de szinte minden mondatomnak van jelentősége. Tehát jó, ha azt megjegyzem. Oké? Igazság szerint arra is lenne lehetőség, hogy te nézed, és közben dolgozol a számítógépeden, az itt le is van írva, hogy ezt hogy tudod megcsinálni. Itt le van írva. Ezt te nem biztos, hogy meg tudod csinálni, de az unokád, vagy egy kicsit azért jobban hozzáért ember ezt minden gond nélkül el tudja játszani, és akkor annyit mondanék, hogy kell hozzá egy laptop, meg egy lapos tévé, meg egy madzag, amivel a kettőt összekötöd, és akkor a tévén nézed, a laptopon meg dolgozol. Hát hát, és így van. Egy végjázsinor kell hozzá. Jó, oké? Na, szóval az első hasznos webhelynek, hát ha nem haragszotok, akkor ezt tegnap nem is írtam föl, de akkor ma felírom a pcsuli.hu-t. Jó? Ja, www.pcsuli.hu. Többet nem írok róla, megbeszéltük. Jó? Hát van, aki lelkesen olvassa a pcsuli.hu weboldalt, néha posztol is. Bocs, nem a pcsuli.hu, hanem a Facebook oldalát a pcsulinak, majd a Facebookról is fogunk egy picikét beszélni. Viszont sokkal fontosabb szerintem a térkép oldal. Jó, tehát térkép. Ott vagy a Google-nál. Jó, tehát ha nem a nyitó oldalon vagy, menjél vissza a nyitó oldalra. Ezzel a gombbal tudsz visszamenni a nyitó oldalra. Szerintem most ilyen már mindenkinek van, mert tegnap beállítottuk. Egy ilyen kis házikó. A vissza, meg az előre gomb mellett van egy kis házikó valószínűleg. Ha valakinek nincs ilyen kis házikó, akkor most megbeszéljük gyorsan, hogy hogy tudja odarakni ezt a kis házikót, mert ez nagyon hasznos, ha van. Oké? Okay? Jó, tehát egy picike kis kitérés. Picike kis kitérés. Jó, tehát vissza. Én a táblajegyzeteimben, hogyha valami kis kitérés van, akkor ilyen hullámvonalat szoktam húzni, és úgy jön a kis kitérés. Jó, tehát vissza a nyitó oldalra. Ezt úgy tudod megtenni, hogy itt van a böngésző ablakod, a visszagomb, előre gomb, és mellette egy ilyen kis házikó. Itt meg a címsor. Jó? Tehát ez a gomb. Lerajzolom nagyba is, jó? Tehát egy ilyen kis házikó. Na most, ha nincs, akkor hogy tudod odarakni? Jó? Ha nincs, akkor itt a címsor mellett van három vagy négy vízszintes vonal egymás mellett. Ott a végén. Mutatom.
erről beszélek, jó? Három vízszintes vonal. Erre kellene rákattintanod, jó? Tehát erre légy olyan kedves, kattintsál rá. És válaszd ki alulról a negyedik elemet, azt, hogy beállítások. Na most ez akkor van így, hogyha a Google Chrome-ba böngészel, de ti abba böngésztek. Jó, te már bejöttél oda. Beállítások. Mert te nem a Google Chrome-ba böngészel, te az Internet Explorer-be. Jó, tehát aki az Internet Explorer-be böngészik, annak nem lesz ilyen. Tessék a Google Chrome-ban böngészni. Jó? Ha véletlenül valami nem működik a számítógépeden, általános tapasztalat az, hogy ki kell kapcsolni, újra bekapcsolni, és akkor fog működni. Jó? Akkor mindenkinek megvan? Kinek nincs? Te is az Internet Explorer-be böngészel. Fölöttünk zongorát húzkodják arra. Jó, tehát a beállításokat választottuk, most már jó? Jó. Oké? Okay. Nem megy, indítsd újra. Ez van. Kérlek? Jó, oké. Okay. Jó. Tehát megnyomtad a beállításokat, írjuk le. Jó, tehát ha nincs. Ugye első lépésben kapt a jobb felső sarokban lévő ikonra, tehát erre az ikonra. Ugye ezt rajzoltuk itt korábban le, ő rá kell kattintani. Ezen belül beállítások, tehát ezen belül kiválasztod azt, hogy beállítások. Sikerült mindenkinek a beállításokig eljutnia most már akkor? Jó, oké. Okay. Mutatom, mit kellett kapnod ezt. És figyelj csak, ez lesz az, ami nekünk fontos, hogy kipipált legyen a kezdő oldalgomb megjelenítése. Tehát akinek nem volt kezdő oldalgomb, annak valószínűleg itt nincs kipipálva ez a valami. Jó, tehát ez legyen kipipálva, és akkor van az a kezdő oldalgomb. Jó?
azt leírjuk. Legyen kipipált a kezdő oldal gomb. És, hogyha ez kipipált, akkor van az a kis házikó. Ez nincs kipipálva, akkor nincs házikó. Jó? Akinek kipipál volt, az hagyja, volt, az hagyja békén, az ne csináljon semmit. Akinek nem volt kipipálva, az pipálja ki, és akkor mostantól kezdve van, de még ne zárjuk be ezt a fület, mert ugyanitt tudok még egy dolgot megadni, azt, hogyha én rákattintok erre a kis házikóra, akkor hova menjen, melyik kezd, mi legyen a kezdő oldal. Ugye azt beszéltük meg, hogy az a szerencsés, hogyha a kezdő oldal a Google. Miért? Mert onnél mindent meg tudok keresni. Na most hol tudom ezt beállítani? Illetve ha nem az, akkor mit és hogyan járjak el? Fölötte van egy induláskor csoport, erről beszélek, erről a három lehetőség. Induláskor új lap oldal megnyitás, folytatás ott, ahol abba hagytam, illetve a harmadik oldal vagy oldalak megnyitása, ez legyen kiválasztva. Ebből a háromból mindig egy lehet kiválasztva. Oké? Tehát ez olyan, mint a általában ezt a hasonlatot szoktam mondani, mert így is hívják, hogy rádiógomb, mint a régi rádió készülékeken, mikor megnyomtad, hogy hosszú hullám, közép hullám, rövid hullám, ti még tudjátok, miről beszélek. Ugye? Mai fiatalok már csak URH-ról hallottak, ugye, mert ma már csak az van. Tehát ez legyen, és itt van az, hogy oldalak beállítása. Ezt kellene megnyomni, ezt az oldalak beállítását. Na most optimális esetben, itt ott fogsz látni egy oldalt, esetleg kettőt, tudni több oldallal is indulhat. Ez annyit jelent majd, hogyha több oldal van megadva, hogy nem egy füllel nyílik a böngésző, hanem kettővel. És optimális esetben az az egy, vagy a kettőből az egy, mint nálam a kettőből az egy, a Google, itt van, hogy google.com vagy com vagy .hu, mindegy. Oké? Okay? Ha nem az, akkor annyit kell majd csinálnod otthon, ezt ellenőrizd adott esetben. Persze nem fogsz ide bejönni, megnézed, hogy ha elindul, mivel indul. Ha a Google-val indul, akkor nincs dolgod. Akkor minek fölöslegesen nem kell dolgozni, érted? De ha nem a Google-val indul, akkor ide bejössz, és ide szépen begépeled azt, hogy www.google.hu, és megnyomod az okét. Rendben? Na, akkor ezt megint leírjuk, jó, hogy azért követhető legyen. Tehát két dolgot fogunk állítani. Ez lesz az egyik, ezt így átalakítottam, ebből csináltam egy egyest ebből a jelből. Jó, tehát ebből a gondolati jelből csináltam egy egyest. A másik dolog, amit állítani fogsz, az pedig az lesz, hogy ugye itt van egy, bezárom, hogy lássuk rendesen, itt van egy olyan csoport, hogy induláskor új oldal, folytatás, adott oldal. Induláskor új oldal, folytatás, adott oldal, üres karika, teli karika, jó, tehát ez legyen a teli karika, az adott oldal, ugye így kell, hogy kinézzen, ezt beszéltük meg. És itt mögötte van egy olyan felirat, hogy oldalak megadása? Igen, nem, oldalak beállítása. Jó, tehát oldalak
lap. Beáll, rövidítek, jó? Tehát 6 erre. Jó, tehát erre rá kell kattintani, hogy oldalak beállítása. Ennek a hatására az fog történni, tehát ennek az lesz a következménye, hogy megjelenik egy rubrika. Most ezt a... Most ezt rajzolom le. Tegyük fel, hogy neked nincs ott az, hogy google.hu vagy google.com. Akkor annyit kell csinálni, hogy ide belekattintasz, és szépen begépeled azt, hogy www.google.hu vagy www.google.com, tök mindegy, melyiket, és megnyomod az OK gombot. Rendben? Tehát van egy rubrika, www.google.hu. Ezt ide beírod, jó, tehát ide beírni. És oké. És akkor legközelebb már úgy fog indulni a böngésző programot, hogy a Google fog bejönni, illetve ha te rákattintasz a kis házikóra, akkor a Google oldalához fog, mint kezdő oldalhoz visszamenni. Ugye mindenki érzi, hogy ez mennyire hasznos és jó, hogyha így van beállítva. Oké? Rendben? Követhető? Remélhetően valami gond van, megnézed még egyszer ezt az adást, aztán akkor világos lesz. Jó? Kell megnézed harmadszor is, mit tudom. Ugye ismétlés a tudás, ami a cikája. Csak úgy megy, ha az ember fél napot ott tud. Hát most nincs időt. Mit? Nincs időt. Hát ugye szokták mondani azt, hogy az embernek arra van ideje, amire nagyon akar szorítani, ami azért nem mindig igaz, mert néha tényleg nem tud szorítani, de hát mint a éjjel 2 és 3 között valószínűleg ráérsz. Na most ez így tök hülye poénnak tűnik, de képzeljétek el, egyszer volt itt egy olyan hölgy, aki elmesélte azt, hogy képzeld Laci, hogy jártam. Leültem internetezni, netezek, ránézek az órára. 2 óra. De nem délután, éjjel. Ott felejtette magát éjjel 2-ig a számítógépet. Jó volt a szeme. Jó, szerintem ő azért egyedi eset, tehát ez nem lesz általános, de hogyha te rákattansz az internetre, azért hát lehet, hogy a mosás nélküli edények ott fognak majd sorakozni, meg a férjed majd reklamál, hogy nincs gatyám, amit fölvegyek. Jó? Na, akkor ennyi kitérő után lássuk tényleg, bocs, még egy dolgot hadd mondjak meg, hogyha véletlenül valamelyik fölösleges vagy kétszer szerepelne, akkor rákattintasz, és ezzel a kis gombbal le tudod törölni. De most ne töröljél, ugye, mert valószínűleg semmi nem fölösleges. Jó? Tehát ezzel tudod törölni. Oké? Ezzel a kis gombbal. Jó. És akkor most ezt a beállítások fület, ezt be lehet zárni. És akkor visszaértél a Google kereső oldalához. Ha minden úgy történt, hogy kellett volna. Ha véletlenül bezártad teljesen az egész böngészőt, akkor indítsd újra el a Google Chrome-ot, jó? A Chrome-ot használjátok, a Google Chrome-ot. Favorizáljuk ezt a böngészőt, mert ezzel biztos, hogy mindig minden működik. És ugyanannyiba kerül, mint az összes többi böngésző, vagyis ingyenes, nem kerül semmibe. Jó? Na és akkor tényleg lássuk azt a bizonyos térkép szoftvert, amit már felírtunk itt magunknak, itt írtuk fel, hogy térkép. Csak egy kicsit bókláztunk más irányba. Hogy jutok oda a térképhez? Úgy jutok oda a térképhez,
következő oldalon folytatom. Tehát úgy jutok oda a térképhez, hogy ott vagyok a Google-ba. A kulcsszavas keresőbe. Itt lenne középen az a mező, ahova be kellene írnod azt, hogy mit keresel. De a Google, amelyik a világ egyik legértékesebb cége, az nem csak a keresőt üzemelteti, hanem sok más egyéb szolgáltatása is van. Többek közt egy nagyon klassz térkép is elérhető az ő segítségükkel. Úgy éred el ezt a térképet, hogy vagy itt fogsz látni egy valami ilyesmit, mint egy saktábla. Mutatom, hogy melyikre gondolok. Erre. Jó, tehát ez a 3x3-as. Vagy bizonyos esetekben ez itt nincs, hanem fekete alapon fehér betűkkel, fekete csíkban fehér betűkkel itt lesznek felsorolva olyanok, hogy keresés, képek, térkép, stb. Ha itt van, akkor a térképre kell kattintani, ha ez nincs itt és ez van itt, akkor erre kell rá kattintani, és akkor innét kell majd a térképet kiválasztani. Jó? Tehát ez attól függ, hogy milyen böngésző, milyen verziójában vagy. Jó? Tehát ki kell választani a térképet, és akkor valami ilyesmi fog bejönni. Jó? Vagy nem ilyen. Ugyanis a Google-nak, a térkép szoftvernek két verziója van. Ez az új, ami nekem kivetítve van, és nektek meg valószínűleg a régi jön be, de ha az új jött be, akkor is megnézzük, hogy hogy lehet áttérni a régire, az újról, illetve fordítva. Jó? Tehát kapt majd térkép. Oké? Egyébként mindegyiket nagyjából ugyanúgy lehet használni, de amíg az ember kezdő, addig minden zavarja. Tehát ide, ebbe a rubrikába, a régi felállásban ide, ebbe a rubrikába, tehát kinek így néz ki, kinek úgy néz ki, mindegy. Tehát ugye ennek a hatására valahogy úgy néz ki az egész. Kapok egy új ablakot. Tehát itt lesz egy térkép. Na most ez, hogy világtérkép, vagy ahol vagyok, az a hely, az mindegy. De valószínűleg itt bal oldalt fönt lesz egy rubrika, ide írjuk, hogy mit keresünk. Tehát minek a térképére vagyunk kíváncsiak. Általában a helység neve vesző, utca, házszám. Jó, tehát a címet kell megadni. Akarsz nosztalgiázni, Gabi? Lehet, nem zavar, ha megnézzük? Nem, Bizti? Bizti. Na, akkor mondjad, hogy hol laktál. Milyen város? Most? Nem, ki? Niederdorf. Dorf. Schweiz, Niederdorf, Schweiz, ugye ez? Igen. Basel. Jó, és azon belül milyen utca? Burghallen. Burghallen. Burghallen.
Burkhardenberg, látod itt is, ahogy elkezdem írni, már fölkínálja, tehát nem kell gépelni, Burkhardenberg. Jó, ez az utca, és hány szám? Négy. Négy, oké. Okay. Szóval, ha minden igaz, akkor itt laktál. Na most, itt utcaképet nem tudok produkálni, tehát úgy megmutatni a házat, hogy ebbe a házba laktál, azt nem tudom megmutatni, de a térkép a stimmel, ugye? Igen. Oké? Okay? Tehát címet beírod, és akkor megjeleníti azt a térképet, azt a helyet. Na most ennél sokkal jobb. Sokkal jobb dolgot is tudok mutatni. Bizonyos országokban működik az úgynevezett utcakép, vagy street view is. Ez, ha működik, akkor azt tudod csinálni, hogy ezt a kis sárga embert a régi verzióban itt van, az új verzióban itt lent van a kicsi sárga ember. Behúzod a térképre, és akkor mutatom, hogy mi történik. Jó? Valakinek Németországban él rokon, vagy gyerek, vagy valami? Igen. Diktál. Ha tudod. Hát most nem tudom kimondani. Hamburg fölött. Ja. Kanadában, ugye? Nem mondod fejből. Nem mondod fejből. Jó, mindegy. Ugye ezért jártok ide ennyien, mert hát szeretnétek vele skype-olni, meg e-mailezni. Meg. Na, akkor nézzünk Győrt, jó? Jó, tehát Győr, Vesző, Munkácsi, út 3. Enter. Jó, akkor eljutottunk Győr, Munkácsi út 3-hoz. Mutatni szeretném, hogy ez úgy működik, hogyha te az egérrel fölé állsz a térképnek, és a görgőt elkezded magadtól előre tekerni, akkor ráközelítesz. Hopp, itt a világ közepe Nógrádi Pécésúli, látjátok? Igen. Oké. Okay. Három a tárgér. Mert? Megállt a tudomány. Megállt a mindjárt megnézem. Jó, na, itt jönne egy nagyon érdekes dolog. Most viszont azt szeretném kérni, hogy amit most mutatok, ezt otthon próbáld ki. Jó, mert ehhez viszonylag nagy sávszélesség kell, és akkor jön az, hogy egy csapról 15-özünk, és nem fog működni a dolog. Jó, tehát ez az a kis emberke, ezt megfogom és behúzom ide. És figyeljél csak, hogy mi történt, jó? Te ne tedd ezt, csak én, jó? Tehát behúzom ide, elengedem, és ez történik. Behozza, hogy ez hogy néz ki. Ezt te kinyithatod egész képernyősre is, ezzel a kis jellel. Ez a melyik az a kis jel? Jó? Nem mindjárt lerajzolom. És úgy tudod mozgatni, lekapcsolom a világítást, hogy ez jobban látszódjon, hogy így rátenyerelsz, és az egérrel szépen arrébb húzod. Hopp, itt egy világhírű cégnek a cégemblémája, ugye? Jó, de tudsz fölfele is nézni, lefele is nézni, el tudsz fordulni teljesen, ide akarsz menni tovább, akkor ide kattintasz, és akkor elmentél oda. Ide akarsz menni, akkor oda mész. Itt most a Cégmeister utcára szépen bekanyarodunk. Szépen végig megyünk a Cégmeister utcán. Ezt mondtam, hogy ezt ne csináld, mert akkor olyan lassú lesz, hogy van, hogy majd otthon eljátszadozol ezzel. Jó? Oké? Lássuk akkor a kezelő szerveket. Tehát, úgy jön elő ez az utcakép, hogy van egy kicsi kis sárga ember. Jó, tehát húzd a térképre oda, ahová akarsz menni. Már úgy menni, hogy virtuálisan, mintha ott állnál.
ugye azt nem kell mondani, hogy ez valós, ez nem valós idejű, tehát nem mostani képet látszott, tehát ilyet még pillanatnyilag nem tudnak, meg nem is fognak tudni. Ez úgy készült, ez a valami, hogy végigment az úton egy olyan autó, ami körbe kamerákkal föl volt szerelve. Minden irányba az autó tetején kamerák néztek, és mit tudom, 10 méterenként csinált egy panoráma képet, minden irányba egy-egy képet. És pontosan tudják, hogy te hova húzod, akkor melyik képet kell behozni oda. Félelmetes. Félelmetes a dolog, ugye? Mikor csinálták meg ezt? Hát ez pár hét volt. Lehet látni, hogy van, ahol nyáron mentek, van, ahol már lehullott a falevél, mit tudom én mi. Hát nyilván nappal, mert nem éjszakai képek vannak. De arra fölhívnám a figyelmet, hogy ha majd megnézed, az autóknak rendszáma ki van takarva, tehát a rendszámok alapján nem lehet fölismerni, hogy nézi a asszonyság. Te, hol voltál? Vagy megy ott kézen fogva egy szőke macával a pasi, de nem a feleségével. A személyeknek az arca is ki van takarva. Nagyon helyesen, ugye? Tehát nem fölismerhető, bár állítólag még így is voltak lebukások a dologból, tehát ennek ellenére is voltak lebukások, mert asszony fölismerte, hogy ez te voltál, te büdös, és nem engem ölelgetsz ott. Na most, tehát mikor behúztad oda, akkor itt a jobb felső sarokban megjelenik egy olyan valami, amivel majd kinyithatod teljes képernyősre. Tehát ez lenne a teljes képernyős. Jó? Ez. És a mellette lévő X-el tudod becsukni. Nincsen ez. Jó? Tehát ilyen jel. Ez a teljes méret. Az, hogy az X-el csukott be, azt nem írom oda, mert az világos. Ugye mindent az X-el csukunk be mindig. Jó? Na most ezt mire fogod használni? Hát arra fogod használni, amire nagyon sokan használják, hogy mikor mielőtt te elutazol valahova, megnézed, hogy az hogy néz ki. Ugye általában példaként ezt szoktam mindig mondani, hogy amikor az ember elutazik valahova, most nem a szomszéd faluba, hanem valahova messze, megérkezik, hullafáradt. Zuhany, magához tér, futás körbe, hogy mi van ott, ahova mentél. Alig élsz, vagy hát már nem, mert magadhoz tértél, de előtte alig éltél. Utolsó erőddel még körbe futod a környéket, egy kilométeres sugarú körbe, vagy ha kocsival, akkor nagyobb, te, hogy mi hol van. Ugye? Ez szokott történni. Ezt most úgy is megteheted, hogy még ott se vagy. Körbe nézel, és akkor fogod látni, hogy aha, itt a szomszédban van egy áruház, ott egy élelmiszer volt, egy kávézó, mit tudom, mindent előre föl tudsz deríteni. Oké? Okay? Félelmetesen jó. Mutatok néhány ötletet, hogy mivel töltöd majd ma az estédet. Mondjuk például, elmegyünk Londonba. Jó, elmegyünk szépen Londonba, megkeressük a... Hát Londonban nem vagyok annyira otthon. Mondjuk a Waterloo Bridge, arra szépen rámegyünk. Itt a Waterloo Bridge. Oké. Vagy ha nem ezt akarjuk megnézni. A középső. Nem ez a kétesső. London Bridge. Vagy nem Londonba megyünk, hanem Párizsba. Ott jobban otthon vagyok.
Londonban még életemben nem voltam, Párizsban voltam 16 éves koromban, de arra úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna. Tehát nagyon érdemes a gyerekeket ilyen 16-18 éves korukban valahova elvinni, mert arra élete végig úgy fog emlékezni, mintha tegnap lett volna. Meg Párizsban egyébként is érdemes. Idősebb korban is érdemes, mondjuk Londonban is érdemes. Jó, és akkor ugye mit nem mondjuk meg akarjuk nézni az Eiffel-tornyot, ugye az itt van a Szajna mellett, itt van az a híd, amivel a Trocadérótól átmegyünk, ugye itt van a Trocadéró, másik oldalon, túloldalon vele szemben az Eiffel-torony, szépen mehetünk, közelíthetjük meg, ugye? És gyönyörűen megnézhetjük, hogy mi lenne, ha ott lennénk. Persze teljes képernyősen is tudjuk ezt produkálni. Oké? Okay? Végig mehetünk a Champs-Élysées-n, és nem kerül semmibe. Még hogy mondjam, attól se kell férni, hogy megkívánsz egy kávét, és beülsz egy kávér. Oké? Okay? Mert az sokba kerülne Párizsban a Champs-Élysées-n beülni egy kávéra. Viszont otthon megiszod a kávédat az íróasztal előtt, és megnézed. Jó? Oké? Okay. Jó? Szerintem nagyon jó pofa a dolog. Sajnos ez a Street View, ez bizonyos országokban nem működik. Tehát mondjuk Svájcban, ott nem tudom, hogy teljes Svájcban nem működik-e. Bizonyos országokban nem engedték a Google-nak ezt a fényképezgetését, Magyarországon sem engedték jó darabig, egy olyan 2 évvel ezelőtt engedélyezték körülbelül, személyiségi jogokra hivatkozva tiltották meg nekik, pedig hát mutattam, hogy a nagyon nagy bukovári nem lehetett volna a dologból, szerintem tegnap is ezen poénkodtam, hogy amikor mi magyarok tanítjuk a demokráciára az angolokat, meg a franciákat, meg az amerikaiakat, akkor én azon egy jót tudok röhögni, ugye? Nem tudom, hogy most teljes Svájcban le van-e tiltva, mit tudom, hogyha megnézzük mondjuk Zürichet. Hogy itt működik-e a Street View. Itt működik. Tehát ott abba a helységbe, tehát itt működik, ott, ahol te laktál, ott nem működött. Igen, hát mondom, jól is támadta magát, hogy a falukra nincs kitárgyasztó. Hát... Vagy csak nagyvárosokon. Ez országonként változó, hogy mennyire lefedett a dolog. Oké? Okay? Megnézheted a rokonaid, hol laknak, meg utazhatsz így virtuálisan, körbenézegethetsz. Szerintem ez egy nagyon jó pofa és nagyon hasznos dolog. Nem tudom, hogy mennyire ismertétek ezt, valószínűleg a többség sem ennyire. Valentra lehet szép. Jó? Megnézhetjük Velencét is. Aztán kérdés, hogy Velence mennyire van Street View-val megcsinálva, ugye, mert ott lefelé motorcsónakkal mentek végig. Canale Grandin. De hát itt is működik a dolog. Jó, tehát ugye itt van Velence. Ugye itt alig látunk valamit, mert mindenhol ember van, mert Velencébe elmenni úgy, hogy ott ne emberek tömegébe ütközzél, az eléggé nehezen jön össze. Soha vagyok így, ja. Nem bízom benne, hogy azt akartam behozni, de hogy ez az-e, nem tudom. Jó? Oké? Okay. Megint Megkidőlt a madzagomra. Ja. A székedet húzd egy kicsit előrébb, aztán akkor... Nem. Ennyi a madzagod. Na jó, de eddig sem ennyi. Ja, eddig több volt? Nem. Megnézzük, hogy mi. Maradtam mutató és vége. Nem lehet, hogy kirántottad egy picit fölállnál, ne haragudjál. Én hozzáállom. De. Benézzük hozzá. Így
Nem tudom miért. Kicsit lórugásszerűen indítom újra. Oké. Na, van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ezzel a térképpel, utcaképpel kapcsolatosan? Hogyan mozogtál? Mit mozogtál? Az egéret hogyan mozogtál? A bábúr. Sárga. Lenyomok gombbal. Aha, igen. Oké. Húzod. Oké? Lenyomok gombbal, arrébb húzod, és akkor mozog. Mondom, azért érdekel benneteket, mert hiába mondtam, hogy ne csináljátok, azért mégis. Nyira jó. Marha, szerintem marha jó. Szerintem marha jó. Én egyszer ezt véletlenszerűen már csináltam akkor. Valami véletlen. Hát, vakszem is találjuk, ott szokták mondani. Én el voltam Visten és Kostaportán máma, ballantkörde nem. Gyönyörű. Amit te egész nap ott ülsz előtte? Az Árviszkor már kattant már. Te is rá fogsz kattanni. Árviszkor mutatta az egyik kolléga, hogy hogyan van nekik körbevéve szigetekben hálunk, de vízzel az Árvisz volt nálunk. Azt akkor oda mentem, hogy mondom, ezt én is megnézem. És akkor jött be ilyen... Véletlenül van, összejött. Most már tudatosan fogod csinálni, remélhetően. Na most itt azért még egyéb lehetőségek is vannak. Vagy bejön, vagy nem. Na, kérem szépen, most Velencébe vagyunk. Háromdimenziósan látjuk, nem tudom mennyire lehet látni. Hogy néz ki? Félelmetes, nem? Lekapcsolom a lámpát, hogy lássátok. Tehát... A Fermat térre. Mint holt lennél és helikopterrel repülnél, igaz? Vagy mondjuk, mit tudom én, Budapest? Ráközelítünk kicsikét Budapestre, a Várhegy, jó, hozza be. Ugye beleszemben ott van Parlament, az egy kicsikét nagyobb, látványosabb épület. Hopp, itt van Parlament. Jó, és hát mint egy körbe lehet repülni, hogy ez hogy néz ki, egészen ráközelíthetünk, hogy közelről hogy néz ki. Kicsi idő után nagyon jó minőségben, mert most az internetről szedi le az infót, és hát most ugye többen locsolunk a slagon, de előbb-utóbb ez egész élesbe kijön. Na most ezt földnézetnek hívják, ahhoz, hogy ez legyen, ezt tegnap nem mutattam a társaságnak, mert tegnap a másik gépen dolgoztam, és az nem olyan gyors, mint ez a gép. Ezt külön telepíteni kell, ezt a úgynevezett földnézetet, és ahhoz, hogy ez működjön, ez elég gyors számítógépre van szükség. Ez a könyvemben részletesen le van írva, hogy hogy tudod ezt a földnézetet megnézni, de mit tudom én, mondjuk, hogyha a Párizsban
a Louvre múzeumot nézzük meg, akkor hopp, ugye itt van a Louvre múzeum. Kicsit bedöntjük, hogy jobban, ugye itt a Notre Dame. Élőben jobb, én nem mondom. Élőben jobb ennél, de azért nem rossz, ugye? Tehát körbe tudjuk nézni adott épületet, hogy néz neki mindenféle irányból. Valami egészen félelmetesen jó szerintem. Oké? Okay. Úgy tudsz forogni adott esetben, hogy itt ezt a N betűt, ami ugye az éjszak, azt megfogod és így tekered körbe, és akkor tudsz körbe forogni, akkor változtatod a látószöget, hogy adott dolgot milyen irányból nézed, ezzel tudsz ebbe az irányba, ezzel ebbe az irányba, jobbra-balra, tehát ezekkel a nyilakkal, ezzel pedig azt, hogy milyen magas, tehát milyen szögben látod, azt tudod beállítani, ezzel tudsz lejjebb menni, ezzel a gombbal, ezzel meg följebb. Ugye? Tehát, hogy fölülről így nézed, vagy így nézed a dolgot. Tehát most az előbb ugye lementem a helikopterből a madár nézetbe. Vagy a repülőgép nézetből a madár nézetbe. Ugye? Kicsit ilyen a dolog. Az áll az embernek leesik, hogy hoppá, 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 miket lehet csinálni. Jó, tehát ez lett volna a térkép, amit mutatni szerettem volna nektek. Az a lényeg, hogy ugye itt háromféle nézetből választhatsz. Van a térkép, van a műhold, és van a föld nézet. De a föld nézet az csak akkor van, hogyha telepíted. Tehát ha te most otthon kiválasztod a földnézetet, akkor az neked még kapásból nem lesz, azt fogja mondani, telepíteni kell először valamit, azt mondod, hogy igen, telepítem, és akkor ő magától megcsinál mindent, és lehet, hogy újra kell indítani a böngészőt, ezt most nem tudom, de ha újra kell indítani, akkor újraindítod, és akkor onnét kezdve már működik így a dolog, ahogy én itt játszottam. Jó? Tehát ez lenne a térkép szolgáltatással kapcsolatosan az, amit én nektek meg szerettem volna mutatni. És a műhold? A műhold az kapásból van. A műhold az kapásból van, tehát ugye itt a térkép, itt a műhold. A műhold is azért elég közelre visz, tehát jócskán rá tudsz nagyítani adott dolgokra. Na most nem mindenre ugyanúgy, ugye, tehát mit tudom én, hogyha mondjuk a Key West, Florida Egyesült Államok, tudjátok mi ez a Key West, ez egy ilyen földnyelv, ami a legközelebb megy Kubához, Floridába. Ugye, tehát ez itt Floridának a déli része. De ha én itt Key Westre ráközelítek, akkor itt lehet majd látni a kikötött hajókat, az úszómedencéket. Erre voltam kíváncsi, hogy mennyire hozza ki tisztán. Hát itt a kikötő. Igen, igen. Azt. Ott parkolnak az autók, ennyire. Az igen. Hopp, most már mutatja a Street View nézetet, jó? Tehát, tehát ennyire. Ugye szoktak poénkodni, hogy vigyázat, mekkora tárgy látható, és akkor volt a Józsi, nyugodt lehetsz. Kabaréban volt ez. Elnézést, mocskos a fantáziám, bocsánat. De azért eléggé rá lehet közelíteni. Ez már eléggé régóta megy, ez a műhold nézet. Volt egy osztálytársam, szerintem hallottál róla, a Baranyai Vili, aki
emigrált, ő még diszidált. Tehát diszidált Magyarországról, Sydneybe kötött ki, és akkor megnéztük a házát, hogy ő ebbe a házba lakik. Pedig ez 2004-ben volt, tehát ez már akkor ilyen szinten működött. Van még annyit, hogy beleszólok, hogy tehát a közelebb távlapod az mivel? Scrollozás, tehát az egér görgőjével. Tehát a görgőjével. Jó, tehát ahogy egyébként is a nagyítás, ugye ezt megbeszéltük, úgy szokott lenni, hogy nyomod a kontrollt és görgetsz, így nagyítasz, így kicsinyítesz, most nem kell nyomni, nagyítasz, kicsinyítesz. Tehát tőled távolodva nagyítasz, magad felé kicsinyítesz. Oké? Okay? És így meg mozogsz, hogy lenyomod gombbal, arrébb húzod. Oké? Okay? Tehát a műhold az ilyen szintű. Hát, akkor nézzük meg Győrt is, hogy azért lássuk az arányokat, hogy mennyire tudunk Győrre rá közelíteni. Nézzük azt a részt, ahol mi vagyunk, ugye itt a Munkácsi utca. Hát a Munkácsi utca ennyire. Ugye számukra, mert hát ezt az amerikaiak a kéműholdjaikkal fényképezték le, bocs, de ez egy Culcafer ország, Culcafer városa. Tehát Győr, hol a francba van? Ázsia. Azt se tudják, hol van. Magyarország. Hungary, az a éhes ország? Ja. Nem Hungary, Hungary. Ja! Oké. Budapest meg Bukarest, kérdezik. Ja, hát. Azt hiszem. Jó, de mondjuk, mit tudom, például Budapesten lehet, hogy jobban rá tudsz közelíteni. Nézzük meg. Közelítsünk rá Budapestre is, itt a Margit-sziget környékére. Na hát itt is átment már abba a másik nézetbe, a földnézetbe. Nem, ez műhold. Nézzük. Hát de itt azért jobban. Ugye, tehát Budapest azért az nekik jobban érdekli. Jó, tehát itt azért föl lehet ismerni az autót, meg a pasit, de hogy ez milyen autó, meg ki az, azt azért nem. Ja. Oké? Okay. Na, van-e kérdés ezzel kapcsolatban, vagy mehetünk tovább? Mehetünk tovább. A YouTube-ról is szeretnék még egy kicsit beszélni nektek. Jó? Mert a múltkor csak úgy belekaptunk, de igazán nem írtunk le semmit a YouTube-bal kapcsolatosan. Jó utat kívánok mindenkinek estére, meg a hétvégére. Járjátok be a fél világot. Tehát a YouTube. Hogy jutok egyáltalán a YouTube-hoz? Hát először is úgy jutok a YouTube-hoz, hogy ugyanerre itt rákattintok, és itt kiválasztom azt, hogy YouTube. Tehát ugyanonnét jutok el a YouTube-hoz. Ha ezt nem látod, akkor visszamész a nyitó oldalra, ugye, ami a Google nyitó oldala. Ez. És utána a YouTube. Oké? Okay? Nem oké. Okay. Ugye azt beszéltük meg, hogy itt van, hogy Google, ahogy szoktam mondani, itt van az a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kis izé. 6, majd YouTube. Jó YouTube, YouTube! Szerintem az elvetett tökre menni. Azért csinálja ezt. Tehát amikor így kibekapcsolgatni kell, akkor az elem lemerülve van. Jó? Sikerült akkor a YouTube-ra elmászni? Igen. Jó? Na most a YouTube, amikor megnyitottad, akkor úgy fog kinézni, hogy itt van egy rubrika, ide írod be, hogy mit keresel. Ez a YouTube, ez egy úgynevezett videó megosztó.
ide mindenki, aki a YouTube-ra regisztrációval rendelkezik, 3 hét múlva, de 2 hét múlva is szerintem már te is regisztrációval fogsz ide rendelkezni. Miért? Azért, mert a Gmail-t fogjuk, a Gmail levelezőt fogjuk használni, és aki a Gmail-en regisztrál, az ide is regisztrál. Jó? Tehát, ha annak a klubnak tagja vagy, akkor ennek a klubnak is automatikus. Mert mindegyiket a Google üzemelteti, jó? És hát ugye neki az a célja, hogy minél több szolgáltatását használjad. Oké? Okay? Jó, tehát ez egy úgynevezett videó megosztó. Segítsek, valami gond van? Ja, tudok rámenni a YouTube-ra, már visszamegy vissza az elejére. Ugye elindítjuk a Google Chrome-ot, kinyitjuk teljes képernyősre. Jó, ezt lenyitjuk. Hát nem érvesz, hogy itt a YouTube-ra. És akkor itt vagyunk. Jó? Tehát itt vagyunk akkor a YouTube-on. Ide írod be azt, hogy mit szeretnél megnézni. Na most miért fogod ezt használni, ezt a YouTube-ot? Hát több okból, kifolyólag egy nosztalgiázol, és szeretnél jó filmeket, jó zenéket meghallgatni, mert a tévébe, hát tegnap is enyhén szólva szittem az összes csatornát, meg nektek is szittem már, ugye, mert Josi barát, meg Mónika show, meg mit tudom, milyen csodák mennek délután, este meg a amatőr színészekkel zajló borzadályok, meg Való világ, meg mit tudom én mi. Különösen a rossz műsor a szombaton este van. Tehát szombaton este az abszolút nézhetetlen, amikor ráérnél és néznéd a tévét, akkor abszolút nézhetetlen. Nagyon óvatosnak kell lenni, mert lehet, hogy kinyitod a tévét, így ömlik a vér belőle. Ugye? Tehát élve boncolnak meg, mint az új krimiket én nem tudom megnézni, mert nem tudom miért jó ez az ilyen helyszínelő, olyan helyszínelő, a föltrancsírozott, meg félig elégett, meg ledarabolt, meg ledarált, meg mit tudom milyen hullákat, így mutatják ilyen közelről. Igen. Én ezt nem bírom. Elmebaj, most ez a divat. Összes krimi ilyen. Én a régi krimiket, amiben a lőttek, elesett, de vér nem volt, kész. Hát most kit érdekel, hogy nem? Kalambó jobb volt. Kalambó az külön műfaj. Igen, azért van. Külön műfaj, hol van az nál? Lehet, hogy velünk van baj, nem tudom. Ugye a Vekerdi gyermekpszichológus mondta, hogy a mai gyerekek, ha fölnőnek, az már borzasztó lesz, szerencsére ő azt már nem éri meg. És lehet, hogy igaza van. És lehet, hogy igaza van. Na, szóval ha valamit keresel, majd ide fogod beírni, mert ez egy olyan rádió és tévé csatorna, ahol a műsort állítod össze. Tehát, hogyha mondjuk a Bee Gees-t szeretnéd hallgatni, akkor beírod, hogy Bee Gees, rádió és tévé csatorna, ahol is azt állítod össze. Tehát, hogyha mondjuk a Bee Gees-t szeretnéd hallgatni. Ja, az a Robin Gibb vagy, hogy figyelj. Ugye, kicsit ilyen heréjös hangja van, de hallható nekem nagyon sok. Magyar. De bármit szeretnél, tehát nincs olyan zene, ami nincs meg. Komoly zene, könnyű zene, jazz, minden van. Mesék. Filmek. Millió. Rengeteg. A címet beírod, és meg fogja keresni. Na most itt is van arra lehetőség, hogy bizonyos szűréseket használjál.
amit most éppen nem látok, hogy hol lehet használni a szűrést. Nem tudom, miért nem látom, mindegy. A szűréssel azt lehetne megadni, hogy akkor milyen felbontású legyen, milyen hosszú legyen, stb. Stb. Most nem tudom, miért nem látom. De ha te a Google keresőt tudod használni, akkor ezt is tudod használni, ugye, mert tök ugyanaz a logika. A találati lista majd itt alul fog bejönni, és itt további olyan dolgok, ami javaslat, mert aki ezt megnézte, az utána ezt kereste. Tehát mit én a Culture Club, ez mikor én fiatal voltam, akkor volt egy menő zene 85-6-ban. Tök jó zene volt annak idején, ugye kicsit hadd nosztalgiázza. Lehet, hogy így ismerős van. Ismerős, ugye? 80-as évek. Minden megvan, jó? Filmeket is nézhetsz természetesen. Tehát beírsz valamilyen film címet, és tegnap is ezt néztük meg, tizedes meg a többiek. Na most a kezelésével kapcsolatban mindig itt leolvashatod, hogy milyen hosszú az a videó bejátszás. Tehát, hogyha beírsz egy film címet, és itt azt látod, hogy 2:15, az nem a film lesz, hanem egy film előzetes, vagy egy film részlet. Tehát óra, perc, másodperc. Abból fogod tudni egy film esetében, hogy az a teljes film, vagy csak egy trailer róla. Oké? Ez mondjuk a teljes film, a tizedes meg a többiek, de ez egy 1 perc 48 másodperces, ez tuti, hogy nem teljes film. Ha oda van mellé írva az, hogy HD, az annyit jelent, hogy nagy felbontású, tehát egészen jó képminőségben fogod tudni nézni. Tehát mondjuk, ha itt a tizedes meg a többiekre rákattintok, és kinyitom teljes képernyősre, teljes képernyősre most is azzal a négy sarokkal tudom, hogy a négy sarkához húzd ki a képernyőnek, ezzel tudom kinyitni teljes képernyősre. Oké? És még egyszer mondom, ezt nem kell a kis számítógépeden nézni, te összeköthetted a tévével is. Sőt, tovább megyek, a smart TV, tehát az a TV, amit újabban lehet venni, és interneten tudsz böngészni, az eleve a YouTube-ra rá tud jelentkezni, és ott tudsz a távvezélővel keresni, hogy mit akarsz megnézni. Tehát az internet kapcsolatot is tud kezelni a smart TV. Rossz hangot tetszik, nem? Engem nem nyugszik. Jó, tehát akkor beírod, hogy mit keresel. Oké, a teljes képernyős módból az ez képpel lép ki. Na, akkor egy-két gondolatot leírunk, jó? Tehát a YouTube-bal kapcsolatosan. Azt már leírtuk, hogy ideírod, hogy mit keresel. A találati listát elindítani nem gond, hát ha a Google-i keresőt tudod használni, akkor ezt is, ugye? Mert rákattintasz és már játsza is. Viszont ha már játsza, akkor ugye úgy néz ki a dolog, hogy... Jó, tehát itt van a videó. Az alsó sarkában van egy ilyen. Ez lesz a teljes méret. Tehát ennek a segítségével tudod kinyitni teljes képernyősre azt a videót, amit nézel. Oké? Okay? Az Escape, tehát az ESC billentyű, megbeszéltük, hogy az melyik, ugye? Az ez, ezzel tudsz kilépni teljes képernyős nézetből, jó? Tehát ez a vissza a teljes képernyős nézetből. Tehát
szerintem ma este hosszú utakat tesztek az interneten, meg zenét néztek, meg filmet, na, zenét hallgattok, meg filmet néztek, és akkor itt van a hangerő, oké? Tehát egy ilyen kis hangszórójel. Ez a hangerő. Oké? Pillanatállj, folytasd, ez már ugyanaz, mint amit az előbb megbeszéltünk. Jó, tehát ez a lejátszás. Illetve ugye ennek a helyén lesz az I won, és mellette a hangerő. Látod, hogy ezek is azért ilyen standard dolgok, mert a PC-s új adását is hasonló módon tudod nézni, pedig az nem a YouTube, hanem egy másik, hát az nem videó megosztó, de hasonló oldal, és ugyanúgy kell kezelni azt is, mint ezt. Ott is ki tudod nyitni. Teljes képernyőse, csak ott nem ilyen van, hanem egy ilyen szétmutató nyilak. Két. Tehát két nyil, ami így szétmutat. Srévizavel. Srévizavel. Oké? Jó? Na. Hát én ennyit akartam ma most mutatni nektek. Lelövöm. Reméljük minden rendben volt, bízunk benne.